Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök az Igaz Gyöngy műsort látják. Gere Lilla vagyok, a következő egy óra házigazdája. Keressük az utunkat Istennel, vagy Isten nélkül. Nagyon sokszor eltelik hosszú-hosszú év az életünkben, amíg megtaláljuk az utunkat, akik igazán mi vagyunk. Akik itt vannak ma este a stúdióban velem, ők is ugyanígy tettek, keresték az útjukat, és egyszer csak megtalálták Istenben. Szeretettel köszöntölek benneteket a stúdióban, még nem voltatok nálunk, és ezért külön öröm, hogy elfogadtátok a meghívást, Méri és Éva. Évit ismerem már elég régről, ugyan a kapcsolatunk nem volt szoros, de mindig tudtunk egymásról, és Évin keresztül ismerhetem meg ma este én is Mérit. Köszönöm, hogy eljöttetek, egy rövid bemutatkozást kérnék először tőled, Méri. Hát köszönöm a meghívást, nagyon nagy megtiszteltetés, és Ejeszuni Martinovics Máriának hívnak, kereskedelemben dolgozom, közgazdasági szakközepet végeztem, ahonnan a kereskedelemben kötöttem ki. 11 éve házas vagyok, van egy 10 éves fiunk, a belvárosi gyülekezet tagja vagyok, ott vezetőségi tag, profétai csoport, közbenjárói csoport vezető, lelki gondozó. Sok mindent csinálsz. Sok mindent csinálok, igen. Köszönöm szépen, köszönöm. Évi? Aktív nagymama. Második házasságomban élünk. Ő egy ajándék a férjem. Ez is egy nagy csoda, hogy jött a családba. Előtte az adminisztratív területen dolgoztam, először gyors és gépíróként, majd Isten felvitt egy miniszteri kabinetig, majd a piacon kötöttem ki, savanyúságot árulva, mosolyogva, és én azért mesélem ezt szívesen, mert hogy elég sok minden nem vitt át közbe Isten, főleg a lelkemben, meg az identitásomban, úgyhogy ezt szeretem, most meg mint nyugdíjasként a belvárosi gyülekezet tagja lehetek, ez is egy jó történet. Amire nagyon büszke vagyok, hogy a fiam lett a pásztorom. Tehát az egész család oda jár. Apraja nagyja. Nagyon szépen köszönöm. Izgalmas élettörténeteknek nézünk elébe, ahogy ez itt lenni szokott az Igaz Gyöngy műsorban. Onnan kezdjük, általában ezt a műsort onnan kezdjük, hogy gyermekkorunkban milyen hatások értek a családunkon keresztül? Volt-e valami istenkép, amit a családon keresztül kaptunk, vagy abszolút nem keresztény közegben nőttünk fel? Méri? Édesapám által katolikus család vagyunk. Ez a vonal volt talán a legerősebb behatással az a gyermekkoromra. Igazán nem nagyon jártunk templomba, tehát a szüleimmel. De megkereszteltek? Megkereszteltek, voltam első áldozó is, bérmálkozó is, de az már később, tehát olyan 10-11 évesen. Igen. Anyukám tanított imádkozni, megszokott gyermekimák révén. Érdekes módon mindig tudtam, hogy van Isten. Uh-huh. Tehát tudtam, hogy nem ennyi az én létezésem, de elég távoli volt az Isten képem. Azt tudom, hogy mindig üzleteltem vele, hogyha most jó lesz a dolgozatom, akkor megígérem, hogy nem tudom, két napig én is jól viselkedek, hogyha erre hajlandó ráállni. Ötödikes koromban jött egy matek tanár, aki beszélt nekünk Jézusról mélyebben. Matek tanár. Igen, ő egy élő hitű volt. Sajnos abban a rendszerben ez hátrányára is volt, mert ez még a szocializmusban volt, úgyhogy szülők akkor még megtehették, hogy nem tanított tovább az iskolába. De hát az akkor ki is rúgták. Igen, tehát ez az egy év, amíg ő oda járt, az elég volt arra, hogy egy mélyebb, tehát mélyebben tudjak az Isten felé fordulni. Akkor kezdtem el eljárni vasárnaponként templomba. Bérmálkoztam, először első áldozó voltam, de a személyes kapcsolatom nem volt meg Istennel. Tehát egy vágy volt a szívedben, mert valamit megéreztél a tanár úr. Igen, tanár úr. Tanár úron keresztül. Isten áldja meg.
bátor volt. Igen, majd innen folytatjuk. A gyermekkorod nagyobb, az idősebb korod részével, a tinédzserkorral. Évi, te keresztény családban nőttél fel, hogy alakult a gyermekkorod? Igen, nem. Két nagymama nevelt felváltva, 6 éves koromig egy zsidó nagymama, 6-tól 12-ig egy katolikus, és utána visszakerülhettem a zsidó nagymamámhoz. És tulajdonképpen azt mindig hittem, hogy kell lenni Istennek, de hogy milyen, azt nem tudtam. Annál is inkább, mert a templomban, amikor gyónni kellett, akkor egyszer valaki meghazudtoltott egy pap, és nagyon megbántottam rajta, hogy én nem szoktam hazudni, engem nem büntettek meg, ha megmondtam az igazat. De hála Istennek volt egy, szintén egy keresztény papbácsi, aki járt hozzánk, a család barátja, akinek elpanaszoltam, és azt mondta, hogy az emberek tévedhetnek. De jegyezd meg, kislányom, hogy Isten jó, és ő soha nem téved. És hát ennek azért most már majdnem 60 éve, de azért ez a mondat mindig megmaradt bennem. És ugyanilyen meghatározó volt, amikor a nagymamám mesélt a család régi dolgairól, hogy amikor öngyilkos lett a nagypapám, ez egy rossz történet, de hogy a Liberáta nővér, aki az apáca nevelte a nagymamámat, egy nagyon szép, megható levelet és biztató levelet írt. És ugyanezt látom, hogy Isten mindig kinyúlt. Tehát én igazán az életemben láttam, hogy valami csoda történt, tehát hogy kellett lennie, de aztán jött a tinédzserkor, és minden más jobban érdekelt, semmint Isten. Aztán majd később jön a megtérésem. Igen. Tehát ez volt a gyermekkorotok Isten élménye. Igen. Mikor jött el az életedbe, Méri, az, amikor személyesen találkoztál az Istennel? 31 évesen találkoztam Jézus Krisztussal valóságosan. Hát akkor vágjunk bele ebbe a sztoriba, és akkor majd kicsit fokozatosan mondjuk el, úgyhogy Évi élete is ebben közrejátszik. Mert hogy barátnők is vagytok. Igen. Hát 24 éves voltam, de egy kicsit előrébb kezdem, ha az nem probléma. Abszolút, igen. 24 éves koromban lett egy csomó a testembe, amit orvosi úton akartak eltávolítani, viszont anyukámnak nem volt ebben békessége, és hát neki volt egy ismerőse, aki már ezotériával foglalkozott, meg rajta keresztül gyógyultak meg emberek, és akkor gondolta, hogy akkor elvisz engem is, mert hogy akkor inkább azt az utat járjuk. Tehát akkor nem orvoshoz, normál orvoshoz vitt, hogy megműtsenek, vagy kivizsgáljanak, hanem elvitt egy... Igen, hogy ő majd segíteni fog. Hogy el fog tűnni ez a csomó. Igen. Hát a csomó az mondjuk úgy, hogy betokosodott, de valóságosan nem tűnt el. Viszont én ráléptem erre az útra, hogy majd én megoldom a saját életemet. 24 éves voltam, igen. És utána egyre bejjebb és bejjebb mentem ezen az úton. Mit jelent ez? Agykontroll tanfolyamot végeztem, elkerültem a táltos iskolába, volt ilyen pálcám, amivel akár vízereket tudtam kimérni bárhol, akkor előző életek feltárásában vettem részt, jóslást végeztem, tehát nagyon mélyen benne voltam, volt úgy, hogy általam, vagy rajtam keresztül meggyógyultak emberek időről, vagy egy bizonyos ideig, és ebben voltam. Hogy érezted benne magad ebben, amikor benne voltál? Hát Mi volt a közérzeted, a lelked, hogy érezted magad, nem tudom másképp kérdezni, igen? Amikor csináltam, akkor az egy sikerélményt adott. Uh-huh. Az egy dopping volt végül is, de ahogy mondjuk ebből kiléptem, és teltek a hétköznapok, egy magányosság volt rajtam. Tehát amiben akár tanácsot adtam, vagy gyógyulást láttam magam körül, az nálam nem működött, mert nekem egy alulműködő pajzsmirigy betegségem alakult ki közbe, ami nem gyógyult meg semmilyen eszközzel. És akkor ezt folytattad, magyarul kitanultad, hogy lehet jósolni, továbbképzésre jártál, vagy pedig könyveket szedtél elő,
kutattad, hogy hogy lehet ezeket csinálni? Hogy volt ez? Rengeteg könyvem volt, ugye ilyen társaságban jár ilyenkor az ember, akik hasonló érdeklődési körrel bírnak. Hát a tátos iskolában, ahol úgymond ezt tanítják, ezt az ágazatot, oda évekig is járhat egy ember. Tehát próbáltam mindenhonnan. Elárulják a praktikákat? Valójában nem, de ez egy jó üzlet. Ez egy jó üzlet. Tehát magyarul mindenkinek saját maga kell, persze, hogy kikutassa. Persze. Uh-huh. Igen. Értem. Köszönöm, folytatjuk még ezzel a történettel. Évi, hogy jössz te ide ebbe a történetbe, mert valamilyen szinten kapcsolódsz. Úgyhogy soha nem hittem a betegségben. És jött az agykontroll. Azt láttam, hogy nagyon izgalmas volt, végre kikerülhettem és megismerhettem, ott is történtek csodák. És a nagymamám, ugye, mindig visszakanyarodunk rá, már nehezen járt, meg vakbolt, és mondtam, hogy ez neked való. Elkezdtem agykontrollozni, nem történt semmi. De közben ezen a lépcsőn mentem tovább, és hát kitanultam mindenfélét, amit akkor lehetett a 90-es években, elég sok könyvet vettem. Akkor nagyon új volt ez, és nagyon akkor sokan. Akkor jött be. Uh-huh. Ugye, és az apu is támogatott ebben, hiszen ő horoszkópokat gyártott annak idején. Ennek köszönhetem az első korai házasságomat is. De elmondod, hogy mi volt az első horoszkóp, amit az első horoszkóp az apu gyönyörű csinált, és hát nagykorúságom előtt a kezembe került, ahol ott van, hogy ebben a csillagjegyben, akik születnek, ott valószínű, hogy sem házasság, sem gyerek nem lesz, vagy csak nagyon nehezen. És ettől annyira megijedtem, hogy elhatároztam, hogy én hatörik, ha szakadt férhez megyek, hatörik, ha szakadt gyerekem lesz. És hát lett is, hála Istennek elég gyorsan, ugye, hogy novemberi esküvőn, szeptemberben a Zsolt. De hát természetes, hogy válásnak kellett, hogy a vége legyen. Uh-huh. Egyébként a mai eszemmel is így látom. Na, agykontroll, mindenféle tanfolyam, és tényleg voltak sikerek, de ugyanaz, amit a Méri mondott, hogy ideig, óráig ez teljesen jó. Az ember önzetlen, szeretetben mozog, népszerű lesz, elfogadják, a tanácsát kérik, elég sok pénzbe is kerül, de uh-huh. közben az országban elég sok helyre el is jutottunk, mert utaztunk, ismerkedtünk. Tehát akkor vezetővé váltál? Igen, az is. Igen. Csoportokat vezettél? Igen. Most már ezeket azért én uh-huh. szégyelve mondom. Uh-huh. De akkor nagyon büszke voltam, hogy milyen hamar elértem egy karriert. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Ma már ezeket azért kárnak ítélem. Uh-huh. Igencsak. Majd mesélünk róla, hogy miért. Igen, de hogy lettél úgymond sikeres meg? Először azt mondtad, inkább erre kérdeznék rá, hogy neked kellett belerakni pénzt, de utána azért gondolom a kurzusok azok... A klubvezetésért kaptam pénzt. De volt más állásod is, tehát nem ebből éltél. Nem ebből éltem. Uh-huh. Rendes civil foglalkozásom volt, ez csak a passzióm volt. De amikor ilyen külön kezelések voltak, vagy gyógyászatok, vagy tanácsadások, vagy ezek, azt uh-huh. nem, mert azt gondoltam, hogy én annyira jó vagyok, és én úgy segítek, hogy akkor az nem kell pénz. Uh-huh. Igen. Köszönöm. Akkor veled folytatjuk. Nyugodtan kapcsolódhatsz. Annyit tennék hozzá, hogy ilyenkor az ember azt gondolja, hogy mennyire jó ember vagyok. Igen. Hiszen másokon segítek. És uh-huh. én se fogadtam el soha pénzt ezért, mert hát én egy jó ember vagyok, mert általam a másik embernek jobb lesz. Mit ad csapda. Ez az agykontroll? Mit adsz igazából a másik embernek? Hát elsősorban figyelmet, az biztos, uh-huh. meg egyfajta befolyásolás azért elindul az agykontrollon belül is, hogy ugye én vagyok abban a pozícióban, hogy én mondom meg, hogy mit csináljon a másik, és ez óhatatlanul azért az emberi természet ezt élvezni szokta, uh-huh. és egyfajta aláfölé rendeltségi viszony is kialakul.
Én egyáltalán nem vagyok ezekben jártas, úgyhogy igen, úgy beszéljetek majd, kérlek, erről, hogy valószínűleg elég sok néző van, vagy lesz, akik szintén abban a cipőben vannak, amiben én. Úgyhogy esetleg, ha gyakorlati részéről is beszélhetünk, hogy hogy zajlanak egy ilyen agykontroll összejövetelek? Te vezettél krumbot. Ellazult állapotban meditálni, és akkor tényleg befogadóbb, ugye ez a pszichológiában is. Megadott, hogy miről meditáljon? Van, amikor igen. Uh-huh. Van, amikor igen. Főleg, amikor valami egészségi probléma van, vagy lelki állapot, igen? Akkor ugye egy akkor jó helyzetet. Akkor mit mondasz neki? Lazulj el, képzeld el, csicseregnek a madarak. Várjál, majd mi? Elfelejtettem már. Elég nehéz ez, ugye, igen? Hogy meg hogy futsz. Most jutott eszembe, hogy én programoztam azt, hogy az anyukámmal kibéküljek. És nekem nem sikerült. Viszont mióta megtértem, azóta meg jó lett a kapcsolatom. Bocsánat, csak ez így eszembe jutott. Nem, ezt jó, de programoztunk emberi kapcsolatokat, gazdagságokat. Tehát magyarul nem... azt mondtad, hogy képzeld el, hogy gazdag leszel. Persze. És erről meditálj. Képzeld el, hogy meggyógyulsz. Meggyógyulsz, akkor mit csinálsz, milyen érzéseid lesznek, hová fogsz akkor elmenni. De ezt mondhatja egy kívülálló, hogy ezek pozitív gondolatok. Ez nem rossz. Mitől rossz ez? Bocsánat, hogy így kisarkítom. Uh-huh. Mitől rossz ez? Mi van akkor, hogyha a saját akaratom nem jön be? Én utána lettem depressziós is. Aha, tehát amikor nagyon akarom, hát persze, hát elképzelem, nagyon akarom, mindent megcsinálok. Uh-huh. És ugye az iskolában azért mégiscsak azt tanultam, hogy ha szorgalmas vagyok, akkor tanulhatok. Annak ott vannak a jó eredményei. Ehhez képest ezekbe hiába mindenféle más, inga, gyertya, bármi egyéb, nem jöttek be. Uh-huh. Mások életében ugye őket le lehetett nyugtatni, hogy majd várjál, legyél türelmes, na de az én saját magánéletemben. És az elég furcsa dolog, hogy mondom, úgy gondolom, hogy hiszem, és a saját életemben hiteltelenné válok. Uh-huh. Nálad ez hogy működött, Méri? Ugyanígy? A saját életedben hát nem az működött? Nem működött. Tehát egyedül voltam, beteg voltam, és mondom, ez volt a doppingszerem végül is, hogy amikor ezek az események történtek, akkor azért ebben föltöltöttem. De igazán nem oldotta meg az életemet. Uh-huh. És Jézus is azt mondja, hogy meg kell vizsgálni a fát. Hogyha jó gyümölcsöt terem, akkor az egy jó fa. Ha rossz gyümölcsöt, akkor az rossz az a fa. Tehát fordítva nem működik a dolog. És ezeknek az embereknek mindig meg kellene nézni, akik ezzel foglalkoznak, hogy a magánéletük az hogy zajlik, és milyen gyümölcseik vannak. Uh-huh. Az életükben. Uh-huh. Tehát ebből mértétek le egy idő után, mennyi időnek kellett eltelni, Évi, amíg rájöttél, vagy bemerted vallani igazából magadnak, hogy ez nem működik? Jó pár év, azt mondjam, 5-6 évig csináltam, és fogba tartott egyébként a kereset is, ugye ez a klubvezetés, hogy nekem arról is le kellett mondani, amikor Isten meggyőzött, hogy egyik napról a másikra, hogy többet nem vezetem, és akkor ebbe ez a rendszeres havi bevétel elmarad, hogy hogyan lesz tovább. De hála Isten, hogy Isten tényleg rátett egy pecsétet, jött egy próféta, soha nem látott, és mondta, hogy amin gondolkozol, azt nyugodtan hagyd abban. Wow. Úgy meghatottam, hogy másnap bejelentettem, hogy többet nem. Uh-huh. És a következő nap kaptam egy másik felkérést, egy adminisztratív munkára, és ugye természetes, ezt már nyilván sejtetett, hogy sokkal többet kaptam, mint a klubvezetését. Uh-huh. Mi volt az a legnegatívabb élményed ezzel kapcsolatban? Jaj. Lehet így rangsorolni? Lehet, amikor nagyon megijedtem, amikor egy testelhagyásos meditációt csináltunk, sokat gyára már. Tehát nem egyszer történt ez meg veled? Nem, többször. Persze, mert először kipróbáltam, gyakoroltam. Azt mondják, hogy ez elég magas szint, amikor már erre el tudsz jutni, igaz? Vagy nem rosszul tudom? Nem tudom. Nem. Tényleg. Ezzel ma már nem dicsekedem. Már tudod. Arra viszont igen, hogy az egyik társamat éreztem, hogy nem jön vissza a testébe. És semmi, és annyira megijedtem, hogy azt mondtam, hogy Jézus nevében. Uh-huh.
És akkor visszajött a testébe, uh-huh. de azt mondtam, hogy soha többet. De ez még mindig nem volt elég arra, hogy abba hagyjam. Uh-huh. Tehát még mindig kellett, de ilyen testelhagyásos a többet nem. Uh-huh. Nálad volt ilyen élmény? Hát nem ilyen szinten, hanem volt egy nap, amikor belenéztem a tükörbe, és nem magamat láttam. Nem szépet láttál? Nem. Uh-huh. Tehát egy teljesen torz valakit láttam. Nem azért, mert fizikálisan megváltoztam volna, csak egyszerűen szerintem beleláttam abba, hogy milyen erők használnak uh-huh. ilyenkor. Igen. Magyarul, lányok, akkor ez a szellemvilágba való beavatkozás, így szabad van. Így fogalmazni? Abszolút. Uh-huh. Erről mit mond a Biblia? Hogy akkor áttérjünk a pozitívabb oldalra. Végre. Bocsánat. Végre. Igen. Hát, aki emberekben bízik, az átkozott. Uh-huh. Én ezen gondolkoztam, hogy nem csak az áldásokba veszi, kiesik, hanem hogy az egész élete egy kártyavárként fog összeomlani. Uh-huh. Ugye Isten azt mondja, hogy eléd adtam az életet, a halált, válaszd az életet, és ezt olyan szépen mondja, uh-huh. hogy mindig van egy választási lehetőségünk, hogy azt tudjuk, hogy tényleg Isten maga a szeretet. Tehát amit ő megígért, amit ő leírt, ő nem fog megváltozni, ő mindig ahhoz tartja magát, és bennünket meg visszakanalaz hozzá, hogy mennyivel jobb a mennyei édesapánknak elsírni a bánatunkat, vagy azt mondani, hogy segíts nekem, és akkor ő utat mutat. Nem biztos, hogy ugyan rögtön egy nap alatt megváltozik a helyzet, de ad egy magabiztosságot. Hogy történt ez a változás az életedben, amikor rájöttél, hogy ez igazán az Istenre van szükséged? Hát először ugye jártam ezekre a gyógyító alkalmakra, mielőtt megtértem volna, és a nagymamámat vittem, hogy majd ő meggyógyul. Meg akartam ezt a gyógyító technikát tanulni a repertoárba, hogy akkor majd ez is úgy belefér. És aztán az egyik alkalommal jöttem haza, és akkor felsírtam Istenhez, hogy tudom, hogy létezel, de szeretném, ha bemutatkoznál. Szeretnélek megismerni, hogy tényleg, ami le van írva, akkor már volt itt Bibliám, olvastam, ugye, aláhúztam kékkel, az ígéreteket, és azt uh-huh. mondtam, hogy ha ez mindez igaz, akkor nekem ez kell. De nem akartam úgy, hogy csak le legyen írva, és mint egy mantra, így szajkozzam. Szerettem volna igazán a mélyére menni. És akkor ilyen, Isten pedig olyan, hogy valaki keresi, akkor őt megtalálja. És hát ilyen egyszerű. Mondjuk igen, azért 20 elmondtad év. Ezt az imát, és akkor utána mi történt? Utána végig sírtam másfél órát. És folyamatosan láttam egyébként, tehát ez nem volt rögtön ennyire meggyőződés, ugye, hogy minden rossz, az is uh-huh. egy folyamat, amikor azt kellett látnom, hogy tényleg rossz. Akkor a családom kitagadott, csak mondtam, hogy nem baj, majd ti is megtértek, majd ti is elfogadjátok Jézus Krisztust, és elkezdtem mondani, hogy én és az én házam nép az Urat szolgáljuk, és ezt most is így gondolom, hogy... Uh-huh. hogy a megtéretlen rokonaink meg fognak térni. Uh-huh. Mert az Úr szeret bennünket. Uh-huh. Tehát nem miattunk vagy valami, mert hogy ezt elhatározta. Tehát akkor ez egy folyamat volt az életedben. Igen, jártál tovább a gyógyító alkalmakra. Persze, szerveztem a gyógyító alkalmakat. Jó, hogy te is szervezted. Persze, azt is. azt is. Hát akkor egy nagy szervező vagy, Éva. Azt is. Azt uh-huh. is, igen, meg uh-huh. alapítottak mindent, ugye, de... Uh-huh. Hát tényleg abba kellett hagyni a másik területet. Uh-huh. Ugye szint kellett vallani. Ott még az agykontrollban ott programoztuk, hogy térj meg Jézushoz, térj meg Jézushoz. Tényleg ezen már csak nevetek, hogy mennyi mindent elkövet az ember. Az első szeretetében meg még ilyen bébiként mászkál az úton, botladozik. Aztán később megjön a keresztény uh-huh. felelősség is. Uh-huh. Hát Isten kegyelmes, tehát igen. abszolút igen. ott van, nem hagyja el, átsegít dolgokon. Hát, ezt igazán én tudom. Én egyszer uh-huh. kimentem a világba több évre, uh-huh. és hogy milyen az Úr, tényleg, erről látod, szívesebben beszélek. Igen, látjuk. hogy ugye, amikor megtértem, akkor a család kitagadott, de amikor már kimentem a világból, pont akkor tért meg a fiam, és az uh-huh. jelenlegi feleség, és ők visszaimádkoztak. Uh-huh. Úgyhogy én tudom, hogy... És amikor visszamentem a világba, akkor tanultam a kőgyógyászatot, a tarotkártyát, mindent. Uh-huh. És amikor Isten újra hívott, akkor tapasztaltam meg, hogy ez igazán mekkora erő.
ki akartam dobni a tarotkártyát, és nem tudtam. Egyszerűen egy hányinger jött rám, felhívtam a fiamat, és akkor jöttek, újra imádkoztak, és a másodszori nekifutásra sikerült, de nagyon rosszul voltam utána, tehát egészen komolyan ezek fogba tartottak. Ezek a szellemiségek nem akarnak elengedni. De azóta annyira hálás vagyok, hogy újra itt lehetek az ő országában. Okay. Méri, nálad hogy volt a megtérés? A megtérésem? Hát 2004-ben nyár közepe felé az egyik barátnőm, aki szintén ezen az ezotéria útján járt, ő inkább az UFO-k felé orientálódott. Bejött egyszer a munkahelyemre, és mondta, hogy nyár közepén, hogy akkor ő megtért, és átadta az életét Jézusnak. És mondtam, hogy jó, és akkor most... Mi van? Mi változott? Aha. Én is hallottam már Jézusról, tudom is ki, most, tehát azért nem kéne ennek ekkora feneket keríteni. És akkor így havonta ő jött. Jött, és akkor mondta. És nagyon érdekes volt. De nem volt erőszakos? Vagy nem, csak beszélgettünk, persze. Karácsony és az ünnepi időszakban azt éreztem, hogy így teljesen kiüresedek. Tehát egyszerűen megjött az az érzés, hogy az az út, amin járok, ez nem vezet jóra, és nem mehetek ezen tovább. De akkor mi van ezen túl? Tehát akkor most mit fogok csinálni? Tehát akkor teljesen üressé válik az életem? Tehát annyira olyan ürességet éltem meg, hogy fájt belülről, hogy nincs kihez vagy mihez tartoznom. És jött januárban, és kérdezte, hogy hát nem szeretnék azzal megismerkedni, akin keresztül ő megtért, a keresztény hölgy. Hát mondom, jó, hát mi bajom lehet? Február elején találkoztunk a hölgyel, beszélt nekem Jézusról, meg Pünkösdről, meg az apostolokról, meg a megtérésről, meg mindenről, meghallgattam. És kérdezte, hogy imádkozhat értem? Jó, oké. Esünk túl rajta. Eddig ez még mindig semmi nem volt számomra. És elmondott egy mondatot az ima közben, fogalmam sincs, miről imádkozott, de egy mondatot megjegyeztem, és tudtam, hogy igazat mond. Most már tudom, hogy profétált, akkor nem tudtam. Mi volt ez a mondat? Az a mondat volt, hogy amikor anyukám méhében voltam, anyukám nem az Istenhez imádkozott, és tudtam, hogy igazat mond, mert a születésem előtt a 8,5 éves bátyám meghalt. Rá egy évre születtem én, tehát a motor elütötte, és ez egy nagyon hirtelen dolog volt a család életében, és én a gyász évében születtem meg, érthető okokból tehát nem tudtak úgy fogadni, mintha ez nem történt volna meg. Én mindig azt kerestem, hogy miért érzem úgy, hogy nem vagyok közéjük való, nem érzem azt, hogy szeretve lennék, hogy elfogadva lennék, és az ezotériába is ezért mentem bele, hogy hát, ha választ kapok valahol ott mélyen. És ez az egy mondat, ez válasz volt. És akkor mondták, hogy akkor a megtérő kimáját el, mondtam, majd én hazamegyek, akkor átgondolom. Lassabban. Igen. Lassabban. Igen. Ez egy hétfői nap volt, és tudtam, hogy igazat mond, és ez nem hagyott nyugodni. Valamennyi biblia ismeretem volt, ugye a gyerekkoromból, igen. És egyszerűen így megfogalmazódott bennem, hogy ha ez, amit mondott, igaz, akkor minden igaz, ami le van írva a Bibliába, igaz, amiről beszélt. És másnap kedden behívtam az életembe Jézust. Otthon egyedül, és én előtte is tudtam mosolyogni, meg voltam jókedvű, de ahogy ezt megtettem, egy olyan öröm járt át, amivel én soha nem találkoztam. Egy örömöt és békességet éltem meg, és azt mondtam, ha ilyen Isten, akkor nekem minden kell. Nekem kell, ahogy van. Valami Pünkösdről beszéltek, meg a Szentléleknek a kerességéről, meg hogy ezt be lehet hívni az életünkbe, akkor nekem az is kell. És akkor szerdán ez így óriási otthon, pálfordulás igen, volt. Otthon őt is behívtam az életembe, de hát ez a folyamat azért megakadt, mert hát tele voltam bűnökkel.
De úgy voltam vele, hogy nem baj, majd ők tudni fogják, hogy mit kell ilyenkor csinálni. És akkor csütörtökön elmentem egy ima alkalomra, ahol beszélgettek velem. Mennyibe volt ez, Méri? Ez 2005 februárjában, tehát 13 éve. Most ez 13 éve. Beszélgettek velem, akkor jöttek föl a bűnök, megvallottam őket, hogy miben voltam benne. És belépett a szobába egy kis szőkehajú hölgy. Bemutatkoztunk egymásnak, és mondta, hogy Mária? Igen. Azt mondja, hogy egy évvel ezelőtt két szót kapott imában. Mária és okkultizmus, tehát ezotéria. És egy éven keresztül imádkozott, hogy én ki tudjak jönni a sátánnak a fogságából. És egy év múlva ott találkoztunk. Ja, az Isten tud rólunk. Így van. Bárhol így van. Vagyunk, bármit csinálunk. Úgy kezdtem, hogy keressük az utunkat. Azt gondolom, hogy rátok az valóban jellemző, mert akik ilyen intenzíven igen. keresik, ahol csak valami segítséget, vagy olyan infót találnak, belevetettétek magatokat ebbe. Hogyan alakult tovább az életed miután? Ugye másodszorra is úgymond vissza... Meghívott az úr. Meghívott az úr, igen. Hát ugye akkor igazán sírtam, akkor jöttem rá, akkor szembesültem, hogy mik, amiket elkövettem. És azt is láttam, hogy a technikákkal hol okoztam kárt. Na, az volt a legrosszabb, hogy én elmentem azokhoz az emberekhez. Ugye egyszer, amikor a klubot letettem, ott megmondtam, hogy keresztény lettem nagy betűkkel minden. De igen, a személyes tanácsadásoknál sok helyen nem volt ugye ez lezárva, és nekem el kellett, úgy éreztem, hogy el kell mennem. És hogyan fogadták az emberek? Furcsán, ugye? És az is felmerült az egyik barátnőmnél, hogy ha az egyiket ennyire tudtam hinni, akkor majd ezt is, és majd akkor nézzük meg pár év múlva, hogy igen, lesz. Igen, gondolom a kételkedés így van. Ott volt. Mondtam, hogy nem baj, én most nagyon hálás vagyok, adj nekem egy kis időt, és játsszuk azt, hogy te kérdezel, és én megpróbálok neked választ adni. És volt, amire az úr adott választ, ugye? Volt, amire azt mondtam, hogy hinni kell. De akkor ezt kezdték el csodálni. És én mindig szeretném megérteni Isten dolgait, amit persze ugye nem lehet, a szellem dolgait, szokta Méri nekem mondani, hogy szellem dolgait csak szellemmel lehet megérteni, de én szeretném, mert azt látom, hogy Isten logikus. Csak mindig, nem látjuk mindig az összefüggéseket. Legalábbis előre, utólag hát, talán. Utólag van, amit megmutat, igen. Úgyhogy így elkezdtem járni, az akkori kollégáimat is elkezdtem ide a belvárosi gyülekezet házi csoportjaiba járni, hozni. Ők is bemerítkeztek, és azt láttam, hogy az életem átalakult. Ugye, az anyuval kezdődött rendeződni a dolog, korábban ugye hiába programoztam bármivel, semmi, itt pedig azért nagy kölcsönös bocsánatkérések a múltból, fájó sebeket gyógyított meg Isten először. Ugye felszakította, kipucolta, begyógyította, de hát a vágyam az, hogy ne maradjak egyedül, azért az megmaradt, és gondoltam, hogy jó egyedül nehéz... Egyedül nevelted fel a kisfiadat. Igen, jó nehéz dolog elé állítom Istent. Olyat fogok kitalálni, ami tuti, hogy ő. Ugye én korábban próbáltam házassághirdetést, mind megprogramoztam is persze, ugye, és voltak belőle jó haverságok inkább, vagy üzleti kapcsolat, de férj egyikből se lett. És mondtam, hogy jó, akkor most kitalálom, hogy... mindenképpen csak olyan, ami az Úrtól van, amit az Atya hoz nekem, nekem az. És akkor kitaláltam, hogy szolgáló legyen, felnőtt érett keresztény. Egy hosszú listája volt. Hosszú lista volt. Az egyik, hogy a pásztor születésnapomon legyen az esküvő. Tehát, hogy úgy minden. Wow, megterveztél mindent. Megterveztem persze mindent. Ugye januárban kaptam rá egy proféciát, májusban reklamáltam, hogy édesatyám, hol van? Hát azt mondtad, hogy az idén és a születésnapom november, hol van? És annyira kegyelmes az Isten, hogy novemberben meg volt az esküvőnk a születésnapomon, minden a listában, a lista szerint így kipipálva végig, és
Hát azért ez megható. Mm. Ugye, ott volt az esküvő alkalomvezető, már a fiam, akkor házi csoportvezető. Ez síros, nevetős esküvő lehetett. Igen. Nász ajándékba kaptuk a hírt, hogy születik az unokánk. Óriási. Szóval, hogy az atya, én azt látom, hogy kérünk valamit, és hogyha tényleg megpróbálunk ráfigyelni. Nem azt mondom, hogy büntelenül élünk, vagy mindig engedelmesek uh-huh. vagyunk, de Isten kegyelmesebb, hogyha látja az igyekezetünket, akkor ő megtámogatja ezt, és amikből meg kell térni, azt mindig csak annyit akar velünk megtéretni, amire képesek vagyunk, uh-huh. hogy azért először a szívünkre beszél, és ez annyira jó. Az úrról nagyon szívesen beszélek, uh-huh. okult területről nem. Ma már nem. Mert hogy én azt látom az életetekből és az ilyen hasonló hölgyek, férfiak életéből, akik a negatív szellemvilág elég erőteljes megtapasztalásában is részt vettek, hogy az Isten szeretete annyira mélyen, tehát most nem akarok különbséget tenni, de tényleg így látom, hogy annyira mélyen megtapasztaltátok ezt, ahogy a Méri mondta, hogy mosolygott ő időnként, amikor igen. sikerei voltak, viszont olyan békességet és olyan hatalmas örömöt kaptál az Istenből, és ez mai napig tart. Így van. Tehát ez nem múlt el, tehát nem tudom, Évi életében sem. Hogy folytatódott ezután az életed? Hát ugye nekem is le kellett rendeznem a dolgaimat, mert hát azért a megtérés az egy hatalmas fordulat az ember életében, tehát az nem lehet úgy, hogy akkor most ezt is csinálom, meg azt is csinálom, mert nem működik. Uh-huh. És hazamentem az ima alkalom után, és egyszerűen tudtam, hogy nekem itt vége, én leszámolok az eddigi dolgaimmal, az összes tárgyat, az összes könyvet, mindent összepakoltam egy hatalmas nagy zsákba, és levittem a kukába. Azt mondtam, hogy elég volt. Uh-huh. Rám többé ezek nem fognak hatni. Uh-huh. És hát én azóta is megerősödtem abba, hogy nem lehet két úton járni. Tehát vagy az Isten útján járok, vagy pedig a sátán útján. Mind a kettőnek tehát mind az Istennek is, mind a sátánnak is megvan a terve az életünkre. És mind a kettő megpróbálja érvényesíteni, de az egyik erőszakos módon, az a sátán, az Isten pedig egy sokkal lágyabb módon, hogy mi legyünk partnerek vele. Ez nagyon lényeges dolog, azt hiszem, amit most megfogalmaztál, mert nagyon sokszor az Istent vádolják az emberek avval, hogy az Isten kényszerít. Tehát az Isten akkor a ti tapasztalatotok szerint sem kényszerít, hanem a sátán kényszerít. De akkor hogy tudjuk ezt elmondani, hogy miben kényszerít a sátán? Nagyon sokan észre sem veszik ezt, tehát ez igazából ez a természetes ma a világban. Persze, meg hát van egy trend, amit követni kell, de igazán az emberek nem tudják, hogy mi van mögötte. Tehát az, ami most körülöttünk van, az egy része a valóságnak. Ugye, ha szellemvilágról beszélünk, és szellemi erőkről, akkor az is hozzácsatlakozik ehhez. És Isten beszéde azt mondja, hogy a láthatatlanból áll elő a láthatóba. Uh-huh. És ez a másik oldalán is így van, mert a sátán mindig másolja. Azt gondolom, hogy egy jó példa Pál apostol, amikor Filippibe elment, az apostolok cselekedete 16. részben, ugye az volt a második körútja, és rögtön azzal találkozott a mostani Görögország területén, hogy egy szolgáló lány megy utána az utcán, és kiabál, hogy ők a magasságos Istennek a nagy emberei, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Uh-huh. Tehát jó dolgot mondott, és igazat mondott, de jövendőmondás szelleme volt benne. És amikor Pál hátrafordult, mert már megunta a több nap után, akkor azt mondta, hogy ki belőle. Uh-huh. És onnantól kezdve megszűnt ez a fajta lehetősége a lánynak, hogy ezt meg a gazdáinak, akik ebből pénzt csináltak. És az eredeti görögben a jövendőmondás szellemét itt egy piton szellemnek írja le. Na most, ha piton, akkor kígyó. Ha kígyó, akkor az már ott volt az édenkertben, és az a megtévesztés és a hazugság ura. Tehát mindig van egy rész, ami igaz,
a jóslásban, a jövendőmondásban, ezeken a területeken, viszont ott van a másik rész, amit a sátán be akar tolni ezeken keresztül, az embereken keresztül, akiket használ. Uh-huh. És mi használva vagyunk. És mi döntjük el, hogy melyik úton, tehát hogy ki használ bennünket? Isten, mert az ő rendelkezésére bocsátjuk magunkat, vagy a sátán, és sokszor nem is tudunk róla. Uh-huh. Igen, ezt akartam tovább fűzni Évinek föltéve a kérdést, hogy tényleg nem veszik észre az emberek. Tehát az emberek úgymond tudatlanok. Hogyan gondolod te ezt, hogy meddig van az, amikor tudatlan, és meddig Isten az, amikor... kegyelme végtelen. Uh-huh. És a tudatlanság idejét elnézi. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ha szívünkből keressük az Atyát, ha szeretnénk a kedvébe járni. Ugye Jézus is azt mondta, hogy ő hallja az Atya hangját, és azt teszi, ami az ő akarata. Hogy ha arra figyelünk, akkor jobban, hogyha a belső motivációk, mi az, ami igazán, amiért megteszek valamit, vagy nem teszek? Törvénybetűiből, a tiltásból, vagy sürgetésből. Isten soha nem siet. Ő mindig időben érkezik, mindennek rendelt ideje van, ugye, szokta nekem mondani. A méri. A méri, okay. Igen. Aha. Tehát Isten nem sürget, nem hajszol bele. Minden hajszolás csak a sátántól lehet, hogy ne tudjunk józanul mérlegelni. Átgondoltan, átimádkozva. És nem csak úgy rögtön. És tényleg azt gondolom, hogy mindent meg lehet kérdezni az Atyától, uh-huh. csak legfeljebb nem jut eszünkbe. Viszont van visszaút. És visszaútnál, ha a sátán útjánál mindig keményebb árat kell fizetni, ott mindig áldozatokat kell fizetni, vagy áldozatokat kell tenni, kapcsolatok mehetnek tönkre, egzisztencia, mert mindig több és több kell. Tehát ideig, óráig én azt láttam, hogy az okkult területen, hogy eljutottak, lettek eredmények bármelyik szinten is, majd amikor a sátán már nem tudta tovább használni, akkor legtöbbször tönkretette. Az egyedüli, depresszióval? Akár vagy... depresszióval, mm-hmm. anyagilag, betegséggel. Mm-hmm. Egyetlen egy kiút van belőle, Jézus vére alá menni. Uh-huh. Bűnbánatot tartani igazán, nem csak, hogy mondom, hogy bocsánat, hanem, hogy valóban megbánni, uh-huh. viszont ezt meg Isten mutatja meg, uh-huh. hogy kimunkálja, hogy tényleg, hogy nézd meg, hogy mit tettél. Azt, igen. Ennyi. Azt gondolom, hogy ti már nagyon jól érthetitek ugye, azokat az embereket, akik mai napig még benne vannak ilyen helyzetekbe. Hogyan lehet hozzájuk szólni, beszélni erről, hogy ők veszélyben vannak? Lehet? Lehet, persze, és Isten megint a drága mennyei atyánk, tényleg, olyanokat küldött idáig hozzám az uh-huh. elmúlt évek során, amikben én is benne voltam. Uh-huh. És akkor el lehetett nekik, hogy csináltam, tudom, miről beszélsz, de ezek a buktatók. És nézd meg, az Atya ezt kínálja helyette. És merjél bízni benne. Mert nem a saját képességet fogja megoldani. Ugye nem azt mondom, hogy nem kell egy lakást kitakarítani, vagy rendesen, becsületesen dolgozni. Ugye, de történhetnek csodák az életben, ami észre fogja venni, hogy Isten belenyúl az életébe, hogy megvédi, hogy oltalmat kap minden területen. Uh-huh. Említetted, hogy zsákba beraktad a igen. mindenféle kütyüket. Igen. Bocsánat. Meg a szakirodalmat is, igen. Igen. Miért kellett ezt szerinted megtenni? Tehát, hogyha ott hagytad volna, akkor úgymond Isten nem tud megóvni. Kicsit provokatív a kérdés, de azért, hogy esetleg mások fejével is gondolkozzunk. Hogy miért fontos ezt megtenni? Ír előre a Biblia, akár a mózesi könyvekben mit ír a Izrael népének is már adott ilyen tanácsokat, és az Új Szövetségben hogyan gondolkodik erről? Hát, kicsit komplex, bocsánat, semmi már én gond. Is segítsen. Hát ugye a hitemet cselekedetekben is megmutatom. Ez az egyik. A másik az, hogy ezekhez emlékek fűződnek, ezekhez a tárgyakhoz, szellemi erők fűződnek hozzá, amikor használtam őket. Amik le vannak írva, az sem az Isten útjáról
beszél azokban a könyvekben. Tehát, hogyha én eldöntöttem, hogy ennek véget szabok, akkor ezt cselekedetekben megtettem. És én nem akartam azt, hogy valamikor majd előveszem, és akkor majd belelapozgatok, és akkor az emlékeimet fölidézem, mert ez nekem egy szégyen volt. Tehát amikor rájöttem, hogy mit csináltam, akkor én ezzel már nem akartam közösséget vállalni. És ha én a lakásomba, ami a személyes környezetem, ilyen dolgokat tartok, akkor én közösséget vállalok. És én most nem azt mondom, hogy az összes kis elefántot, akinek fölfel áll az ormánya, ki kell dobni. Miért azt ki kell dobni, van olyanom? Okay. Ha valaki attól várja a szerencséjét, és megtér ebből, értem, akkor igen, mert mondjuk akkor elve. De hogy igenis jelentősége van a tárgyaknak is. Tehát amikor kötődik valami szellemi cselekedethez, akkor. És nagyon érdekes, mert én megtapasztaltam azt, hogy amikor bent voltak ezek a tárgyak még, és ezen az úton jártam, minden éjszaka arra ébredtem, mintha nézne valaki be az ablakom. Tehát mindig rémálmaim voltak, és miután kitakarítottam a lakást, utána békességem lett, és egy megnyugvásom. Hát a mózesi törvényekben ott leírja, hogy bűn a jövendőmondás. Bűn az, hogyha a csillagokból én keresem azokat a jeleket, hogy majd az életem hogy fog alakulni. Miért gondoljátok, hogy Isten ezt tiltotta? Szerintetek van valami gondolat erről? Szerintem azért, mert akkor tehát, hogy ezekkel a dolgokkal ajtót nyitok olyan erők előtt, ami nem az Istenhez tartozik. Értem. Tehát nem tőle várom a jövőmet. Ugyanakkor proféta is vagy. Így van. És Isten használ téged, a proféta lelkeket. Van nagyon érdekes a hasonlóság, hogy akik ilyen körökből jönnek, azok nyitottak voltak a negatív szellemvilágra is, sokkal, úgy látom, hogy sokkal nyitottabbak a pozitív szellemvilágra is. Tehát Isten használ benneteket, úgymond, a profétáláson keresztül akár kijelenteni dolgokat. Akkor ez most, hogy értitek a kérdésem, hogy igen, akkor miért rossz az, hogyha úgymond a gonosztól, tudom, csak igen, beszéljünk róla egy kicsit, jó. Ajándékot azt Isten adja. Tehát a profétálás is egy ajándék. Azt viszont tudja használni a sátán is. Mert ugye, ha valaki nyitott a szellemvilág felé, ha keresi ezeket a dolgokat, azt Isten helyezte belé. De azt, hogy honnan szerzem az információt, honnan merítek, milyen forrásból. A forrás, ezt akartam pont, a forrás a lényeg. Az nem mindegy. És nekem is el kellett tenni időnek, amíg ez valóságosan és tisztán föl tudott fakadni, mert le kellett, hogy kopjanak rólam gondolkodási minták és motivációk a szívembe, hogy egyszerűen maga a profétaság szelleme föl tudjon úgy fakadni, hogy tényleg Isten tudja azt használni úgy, hogy nincs lelki behatás, és nincsenek gondolati behatásaim. Ez nem lehet egyszerű, még nem. Hosszú év távlatában sem, nem, azt gondolom. Nem. Évi, erről mi a véleményed? Nem. Azt gondolom, hogy amikor a sötét területen megy a jóslás, akkor ugye nem csak az, hogy a sötét erők, hanem akkor megint egy ember szavában bízunk, emberekben. Amikor a proféta szó által hangzik el valami, ugye a proféta szó az bátorít, az Isten szeretetét és biztatását adja tovább, még akkor is, hogyha esetleg olyan hangzik el, ami helyreigazít. Az akkor is egy szeretettel megy. Gyógyít. És nem félelemmel. És való igaz, hogy én is, amikor végre visszatérhettem az Úrhoz, akkor volt egy idő, amikor nem akartam látni, hiszen a másik területen nagyon sok mindent láttam, és azt mondtam, hogy szeretném úgy visszakapni a látást, hallást, mindent, amikor ez a csatorna, ez tényleg kitisztul. És hát most is van, amikor ugye a Méri azt mondja, hogy ez inkább lelki. Tehát így van. De azt mondja a Biblia, hogy a proféta lelkek engednek egymásnak. Engednek és ítéljék meg, úgyhogy ez nagyon jó, hogy csapatban dolgozhatunk.
Nagyon-nagyon örülök neki. Hálás vagyok Istennek, tényleg. Uh-huh. A megtett útért. Tehát, hogy más a lelkülete, uh-huh. ugye? És az is nagyon jó, amikor a Szent Szellem, Isten mindig hoz hozzá egy igét is. Tehát nem csak úgy valamit beplöfölünk, hanem annak van egy igei alapja. Azért az már jobb. Tudtok erre példát mondani? Emlékeztek most így hirtelen, ezt tényleg nem beszéltük meg, hogy sok mindent nem, hanem hogy amikor mondjuk imádkoztok valakiért, és akkor jön a profétálás ajándéka, és valamit az Isten felhozott, és hogy az ült annak a másiknak az életében. Volt ilyen tapasztalat, ami most hirtelen eszetekbe jut? Ugye ez két dolog. Például volt egy olyan, hogy a gyülekezetünkben ugye láttunk egy férfit és egy nőt, uh-huh. és már a gyülekezet majdnem minden tagja tudta, uh-huh. hogy egymással lettek teremtve, ők még nem. Uh-huh. És mi vártuk, drukkoltunk, uh-huh. és aztán elkövetkezett, végül is októberben lett az esküvőjük. Így van, uh-huh. most októberben. De olyan is van, amikor imádkozunk valakiért, és látjuk, hogy éppen a partvonalon van, éppen nem olyan lelkes az Úrért. És akkor másképp imádkozunk érte. Azért jó, hogy a Méri az imacsoport vezetője. Én nagyon hálás vagyok érte, mert akkor ezeket meg lehet beszélni. És egy kis hagyreklámozzam a gyülekezetünket, hogy ez egy drága kincs nekünk, hogy nem pletykás. Wow. Hogy amiket az ima csoport tagjai észlelnek, nem egymással beszélik meg, hanem a Mérivel. Uh-huh. Ez szerintem egy külön ajándék az Úrtól. Ez óriási ajándék. Ez tényleg. Akkor ez egy biztonságos hely. És az újak is betartják. Tehát valahogy rögtön tudják, hogy itt ez a játékszabály. Igen. Ezt hogy lehet így ilyen jól közvetíteni? Ajándék. Igen, és ami nagyon furcsa, hogy a nők között sincs rivalizálás, mert azért nagyon sok helyen ez problémát tud okozni, de valahogy nálunk ez nem divat. Ez nem divat, inkább a másiknak a segítése. Tehát közben járó csoportban is együtt dolgoztunk. Miért jó az, hogy folyamatosan imádkozunk egymást. Bocsánat, egy kicsit profán a kérdés. Miért jó azzal lenni, akit szeretsz? Miért jó? Én egy bizonyságot elmondhatok? Természetesen. Amire végül is fölállt az ima csoport, vagy a közbenjárói csoport. Pár évvel ezelőtt az egyik házaspárnak a kisfiának 6-7-es korában agyvérzése lett. Élet és halál között lebegett a kisfiú, több agyműtét ki kellett vezetni az agyvizet, tehát söntöt kapott, epilepsziás rohamok, tehát a hónapokon keresztül kórházban, és azt mondták az orvosok, hogy ez a gyerek nem fog beszélni, nem fog járni, és valószínűleg hamarosan meg fog halni. És a gyülekezetben elkezdtük azt, az egyik tesó szólt, hogy ő neki az van a szívén, hogy éjszaka imádkozzunk. És beosztottuk, hogy óránként váltottuk egymást, óránként értesítettük a másikat. Ugye nappal mindenki dolgozik, viszont az éjszaka az, amikor tudunk imádkozni. És hónapokon keresztül imádkoztunk ezért a kisfiúért. Most iskolába megy, köszönjük szépen, jól van. Fantasztikus. Nevet, fut, okos. Uh-huh. Teljesen meggyógyult. Hát a sönt az ott van, ami elvezeti az agyvizet, de jól van. Kinőhetik még, én úgy tudom, hogy lehet természetes módon is, de hát hogyha még pluszban, még mindig imádkoztok, hanem is minden éjszaka érte. Nem, de most már nem imádkozunk érte éjszakánként, de itt állt föl az ima csoport, és rájöttünk arra, hogy az imának mekkora ereje van. És az, amit az orvostudomány mond, annak igenis meg lehet fordítani a végeredményét. Évi, van valamilyen? Én azért szeretek imádkozni, mert jó Isten jelenlétébe lenni. És szeretem, amikor azt látom, hogy ő lép, és nem én. Ezen kívül megérkezett egy idő után, hogy ez a gyülekezet, ez nem gyülekezet. És nem a hétköznapi család, hanem a Jézus szerinti családban. Hogy valóban én úgy látom a többieket, mint akár a lányaim,
vagy a testvéreim, hogy a gyülekezeti gyerekek azok az én unokáim is már, hogy ugyanúgy tudok örülni valakinek az esküvőjére, mint hogyha majd az én unokám fog megnősülni. És azt látom az imák során, hogy az ige valóban valóságá testé válik, hogy nagyon jó minden nap ezt megtapasztalni, meg egy bizalmat ad az emberek felé is. Ugye, ha valaki kér, hogy most bajban van, akkor azt is láthatjuk, hogy ők sem különbek, vagy én sem vagyok különb, hiszen nekem is vannak még problémáim. Előfordul, hogy rosszabb a kedvem, vagy nehezebb valami, volt egy házeladás is. Tehát, hogy való igaz, hogy egymásra vagyunk szorulva, és egymásra támaszkodhatunk. Hogy ez a fajta szövetség, amit az Úr Jézus adott nekünk, az nagyon fontos, ez a szövetség, és nagyon jó benne lenni. Uh-huh. Főleg, ha mindenki ott van a helyén. Igen, akkor igen. Akkor meg különösen. Uh-huh. Tehát akkor te is ugyanígy szeretsz imádkozni, ezért is. Muszáj neki. Ha ő a vezetője. Nem, ez csak vicc volt. Igen, de, szóval. Igen, de azért ez is egy teherré tud válni, mert hogy tényleg muszáj példát mutatni. De én nagyon szeretem azt, amikor Isten jelenlétében vagyok. Tehát nekem megvan az, hogy hetente, és ezt szigorúan próbálom tartani is, amikor 1-2-3 órát csak azzal töltök, hogy bekapcsolom a dicsőítést. Otthon egyedül. Otthon egyedül, vagy a pásztortól elkérem a nagy termet a gyülekezetbe, mert azért ott az a hangrendszer az fölülmúlhatatlan. És akkor elkezdem dicsérni az Urat, és így megyek az ő jelenlétébe, és ilyenkor változások történnek bennem is, és azt gondolom, hogy a környezetemben is. Ez óriási. Nem tudom, hogy esetleg van még valami a szívetekben. Jó randizni az Úrral. Igen? Jó randevúzni az Úrral, hogyha valakinek van egy rendszeres időbeosztása, plusz-minusz egy-két, akár fél óra is, akkor lehet érezni, hogy Isten vár ránk, és az nagyon jó, hogy nem egy bevásárló kosárral megyünk elé, hogy atyám, ezt kérjük, hanem megpihenni nála, és akkor az egy izgalommal telt el, hogy na, akkor most találkozunk. Hát akkor nem egy kényszer, hanem igazán szívből jövő. Azt gondolom, hogy a keresztény életben minden így dől el, hogy a szívünk az... Kegyelem. Megváltozik, és akkor az Isten jön a kegyelmével. Nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Bocsánatul sokat kérdeztem a múltról, de azt gondolom, hogy ez tanulságos volt igazából tényleg mindannyiunk számára. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, és ahogy indítottam, ahogy kezdtem a bevezetőben, nagyon fontos megtalálni az utunkat. Remélem önöknek lejött az, hogy Évi és Méri megtalálták az útjukat, és élvezik azt az utazást, amit most épp az Istennel követnek el. Isten áldja önöket, viszontlátásra!